Sziasztok, én Kőházi Csaba, ingatlan befektető vagyok. Ennek a videónak a címe az ingatlan befektetésedben mindent te csinálsz. Én írtam az ingatlanosálmok könyveket, enyém az ingatlanosálmok klub, illetve van egy havi előfizetéses klubom is, ez sokkal olcsóbb, úgyhogy havonta is lehet fizetni. Ami a lényege az egésznek, ja igen, itt tudsz feliratkozni, és akkor tedd meg most. Ami viszont a lényege az egésznek, hogy én mindent én csináltam legelőször. Hát a szakmunkákat nem tudtam, mert ugye fizikát nem tudtam mondjuk falat vakolni, tehát ilyen gátjaim azért voltak. Viszont én úgy gondolom, hogy azt, ami esetleg tevékenységed lehet az ingatlan befektetésedben, ami ténykedés, hogy elintézni mondjuk a villanyátirást, nem tudom, szakemberekkel szerződést kötni, esetleg videót készíteni az ingatlanodról, nem tudom, kifizetni a szakembereket, meózni a szakemberek munkáját, stb. Ezeket írd össze az összeset, ami tevékenységet el tudsz képzelni a befektetésedben. Ez azért lesz később fontos, mert ezeket mind ki fogod adni. Tehát legelőször mindent én csinálok, amit lehet, ugye ez a takarítást akkor megcsinálom inkább én. Tehát amit lehet a takarítónőtől az ügyvezető igazgatóig, ugye minden én vagyok, vagy én voltam először. És ahogy később úgy bővül az ingatlanaid száma, már nem tudsz mindent te csinálni, még akkor sem, ha akarsz. És ilyenkor jön elő az, hogy akkor elkezded kiadogatni azt, ami mondjuk úgy, hogy egy olcsóbb értékű tevékenységeket. Jó? Tehát ami azt mondod, hogy hú, hát én keresek ezzel mondjuk egy ilyen befektetésen, van mondjuk 10 millió forintom, akkor a végén már nem biztos, hogy te akarsz takarítani, vagy te akarsz mondjuk a postán sorba állni például. Jó? Tehát ezek a te tevékenységeket érdemes összeírni. Egyébként a vállalkozásomban is ezt megtettem legelőször, és ugye ott is van a ügyvezető igazgatótól, az operatív vezetőkön keresztül, a titkárnőig, a takarítónőig, az ellenőrig, tehát amit el tudsz képzelni minden. És ugye ilyenkor az, hogy írjunk be egy nevet, hát először beírja az ember a sajátját, később, ha már ugye megnőttek a gyerekeim, akkor egy-két gyerekem nevét talán be tudom ide-oda írni, akkor a feleségemet be tudom talán ide-oda írni, nem szoktam őket bevonni, tehát ez csak egy példa. De a lényeg ez neked is, hogy írd be mindenhova, írjál mindenhova egy nevet, és a végén azokat a neveket próbáld meg majd kipótolni, hogy amikor neked jön, és a te óra értéked már jóval magasabb lesz, mondjuk legyen mondjuk 5000 forint, akkor a 500 forintos dolgokat azt igenis érdemes kiadni, és írjál hozzá egy rendel, hogy hozzá egy összeget is. Tehát takarító nő mondjuk 1500 forint, most csak mondtam valamit. És ha te mondjuk már neked 5000 forint vagy 10000 forint az órabéred, akkor ezt a 1500 forintra én azt mondom, keres valakit. Oké? Okay? Mert addig te tudsz pénztermelő tevékenységet folytatni, jó? Tehát ennek pont az a lényege, hogy te azért adod ki ezeket a különböző pozíciókat a befektetésedben, mert te közben többet tudsz keresni. Tehát tudsz egy jobb ingatlant keresni, tudsz alaprajzot csinálni, átalakítani, stb. Tehát hogy egyébként van ezzel teendő és nem kevés. Jó, tehát inkább szellemi egyébként elsősorban, de nagyon jó, amikor az ember tényleg oda eljut, hogy ezt is meg tudom csinálni, azt is meg tudom csinálni, hopp, ezt kiadom, az itt felszabaduló időmben meg tudom ezt csinálni, oké? Okay? És itt ez a lényeg, tehát nem az, hogy akkor te lógatod a lábad, és nézem, hogyan takarít a takarítónő, hanem addig te pénztermelő tevékenységet, értékteremtő tevékenységet tudsz folytatni, és ez a lényege, jó? Úgyhogy most így a videó végén saját magadnak kezd el összeírni, akár vállalkozásod van, akár ingatlan befektetésed, hogy mik azok a tevékenységek, amik vannak abban a befektetésben, és írod a mindenhol egy nevet. Azt a többit meg majd előbb-utóbb találkozunk, megbeszéljük. Úgyhogy iratkozz fel a hírlevelemre, és előbb-utóbb tényleg találkozni fogunk. Szia!